én egy törzsfőnök voltam. Tehát a politikában én egy, ráadásul egy elég uh, vehemens uh, uh, törzsnek voltam a törzsfőn, elég vehemens törzsfőnöke. És uh, azt hiszem, hogy az én szerepem a mai magyar közéletben az az, hogy uh, annak tudatában, hogy milyen törzsfőnöknek lenni, tehát én nem könyvekből olvastam ezt meg, meg filmekből, hanem én átéltem, ennek tudatában mondjam azt, hogy ez nem jó, és nem ez az irány. És, és tudom, hogy mindenkinek szüksége van törzsekre, közösségekre, de próbáljuk meg a másik törzsben meglátni azt, hogy nélküle nem, le, nem, nem élhetnénk úgy, mint ahogy szeretnénk. Tehát, hogy őrá is szükség van. A másik törzs is hozzám tesz, ezt kell valahogy felfogni.